hídben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallás tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnilik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. A zsidókhoz levél 11. fejezetében a 13-tól a 16. versekig olvastam tovább, amit tegnap már elkezdtem Ábrahámról, Kihagytam azt a néhány gondolatot Sáráról, ami egy kicsit más irányba vitt, de Pálapostor itt visszatér Ábrahámra, és még egyszer vissza fog térni majd a, az Izsák feláldozása történetére, de annyira megragadta őt ez a gondolat, hogy Ábrahámban mekkora hit és reménység volt. Ott egy magas kultúrát, Urkazdim földjét, emeletes házakban laktak, a 20. századi, főleg angol régészeti feltárások napfényre hozták azt, hogy milyen magas volt ez a sumér akkát, civilizáció, amit Ábrahám ott hagyott otthagyott rokonaival, szolgáival, óriási állatállományokat hajtva jött észak-nyugat felé Hárán városából, meghalt a dédesapja Tári 205 éves korában, és utána vette az irányt északi, észak-keleti irányból déli, délnyugati irányba, Palesztina földje felé, és Pálapostól fölemlíti azt a Mozes első könyve 12. fejezete első három versében adott hármas angyal ígéretet, hogy nagy népé teszlek, Ábrahám, hogy földet adok neked, de a legnagyobb ígéret, hogy belőled a te ivadékaid közül fog a megváltó származni, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei és itt Pálapostól egyelőre még nem tér rá a megváltóra, most még csak a földterületnél jár, a földi hazánál jár, de mint egy kifeszíti a panorámát, vagy a jövendőnek a távlatát, és azt mondja, hogy Ábrám abban is hit, hogy Isten ad neki majd egy földi otthont, hitt abban, hogy lesz majd honfoglalása a népének hit abban, hogy ez igazságos lesz, nem elveszi más nép elől a területet, hogy amikor már más népek sajnos elmerültek a gonoszságban, betelt a gonoszság az életükben, amikor betelik az emóreusok gonoszsága, hogy Mózes első könyve 15. fejezete szerint meg is ígérte ezt Isten Ábrámnak, csak a negyedik nemzedék fog ide visszatérni, nem, nem öldökléses dolog lesz ez a honfoglalás, hanem nektek adom igazság szerint ezt a földet, mert a többiek eljátszották már az élet lehetőségét, az a 29-30 nép, amely itt élt ezen a földön. De Ábrám nem csak erre tekintett. Ő várta az alapokkal bíró várost, melynek építő és alkotója az Isten. Ő vágyakozott az örök hazára, a menyei hazára, az örök életre. Olyan megragadó szavakkal mondja lesz Pálapostól, hogy akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek, és nem egyszerűen egy földi hazát. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérése, tehát szabad volt minden ember Isten a hitáltal, nem oda kötözni akarta megbékjózni az embereket, ám visszatérhetett volna a magas kultúrájú mezopotámia földjére így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Igen, Isten megígérte az örök életet és ők hittek az örök életben, reménykedtek abban, hogy lesz az életükben egyszer feltámadás, reménykedtek abban, hogy minden igaz embert meg fognak látni, aki élt itt a föld kerekségen előttük és utánuk, és ezért nem szégyelli az Isten őket, hogy ezek az, azok az igazi emberek, mert kik az igazi emberek? akik maradéktalanul hisznek Isten ígéreteiben. És hogy mutatjuk be azt, hogy maradéktalanul hiszünk? A hitünk megfejelve a reménységgel. A hit és a reménység tejtestvérek, édestestvérek. A hit csak a reménységben fejeződik be, vagy jut el a csúcspontra, és a reménység hit nélkül semmit sem ér. Ezért a három legfontosabb emberi tulajdonság, amelyre a szeretet himnusza is széloz, hogy majd az örök életben is ez megmarad: a hit, a remény, a szeretete három, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. De a szeretet előkészítője a hit és a remény sem akármi, ma is növekedhetünk a hitünkben és felbuzdulhatunk a reménységre, ne hagyjuk elveszni a reménységünket, sem a földi életünk kívánatos jó céljainak beteljesülése szempontjából, de legfőképpen minden nap erősítsük meg a reménységünket az örök életben.